Nem tudom eldönteni, hogy most be van-e borulva egy picit, vagy nincs. Mert olyan fura szín van kint. De az éggel nincsen semmi gond. Furi. A picit se vagyok ám pöttyös, nem, csak egy picikét az arcocskám, egy iszonyatosan picikét, meg a mellkasom, meg úgy kevés az egész testem, de nem annyira, úgyhogy tök mindegy. Megint lettek pöttyeim, na mindegy. És valaki megitta a tejemet, ami azt jelenti, hogy tej nélkül iszom a kávét. Ami nagyon durva, mert utálom tej nélkül a kávét, írtózom tőle, és nem is biztos, hogy megiszom. Üdvözlök mindenkit újra itt a vlogomban, ez most egy ilyen hétvégi vlog lesz, heti vlog helyett, a nevét nem fogom megváltoztatni, mert nem akarom túl bonyolítani az egészet, meg semmi, úgyhogy inkább marad heti vlog, hétvégével. Szóval igazából semmit nem csináltam hétközben, csak dolgoztam, meg vásárolni jártam, ugye bevásárolni, meg aludtam, meg gépeztem, úgyhogy semmi érdekes nem volt. Elég sokat beszogatnak rá egyébként a munkahelyen, amit már nagyon nehezen viselek, és nem tudom, hogy mi lesz majd ennek még a következménye, így a részemről. De megpróbálok addig kitartani, amíg ki tudok, úgyhogy addig kitartok. Ezen a hétvégén pedig igazából ugye én nem dolgozik, Miki dolgozik, úgyhogy van egy kis időm, mármint úgy értem, hogy van időm egyedül. Úgyhogy fogok majd vlogolni, fogok videózni, fogok én mindent csinálni, bár már 9 óra 6 van, és jelenleg még nem tartok sehol, de majd valahogyan megoldjuk. A mai napom úgy fog kinézni, hogy valószínűleg el fogok menni boltba, a Tesco-ba, mert bár lehet, hogy nem biztos, hogy el fogok menni. Egyébként fel kéne írnom, hogy mit kéne vennem. Úgyhogy gyorsan most felírom, hogy ebbe cuki dínósba, hogy kell vennem tejet. Szeretnék videózni, és mindezt egy óra... És mindezt 1 óra 50-ig körülbelül be akarom fejezni, ugyanis 1 óra 50-kor el kell indulnom a munkahelyre, ami ki elé, mert utána együtt felszállunk a buszra, és bemegyünk Edmonton Greenbe. Azt hiszem. Igen. Vagy most nem tudom, hogy változott-e a dolog. Szerintem nem elfélt be. Most nem tudom. Most összekavarodtam. Na mindegy, megiszom a kis tej nélküli kávémat, megeszem a kis zapkásámat, ami egyébként nagyon-nagyon finom. Ha valaki itt él kint Angliába, vagy nem tudom, lehet, hogy otthon is lehet kapni, elmegyek, hogy nem fogalmam sincsen. De viszont, hogyha valaki itt él Angliába, vagy otthon lehet kapni ilyen oat, so simple-t, bocsánat a hangom miatt, de még egy kicsikét nagyon reggel van nekem, szóval, hogyha lehet kapni a közeletekben ilyet, ezt mindenképpen... Csöpög! Mindenképpen próbáljátok ki, mert nagyon-nagyon finom. Van teljesen originál natur, van ilyen gold szirupos, ami egyébként itt Angliában azt jelenti, hogy mézes. Nem tudom, hogy miért hívják gold szirupnak, de hogyha egyszer mézes, de mindegy. Igazából a mézen is az van, hogy gold szirup, de jobban hangzik biztos. Meg van ez, amit most iszok, ez a... Nem, ez originál. Hú, akkor ennek nem lesz sok íze. Van egy ilyen almás is. Itt van, várja. Ja, ezt tettem tegnap. Alma és blueberry. Nem tudom, mi az hirtelen, mi az a blueberry, és az, hogy van magyarul, de mindegy. Igen, az meg így néz ki, szóval ez ilyen... Az meg így néz ki, ja. No, ennyit akartam én mondani így előjáróban, aztán majd még meglátjuk, hogy hogy alakul a nap. Mindenképpen fogok jelentkezni.
Megpróbálok minél hosszabb videót csinálni erről a két napról, szerintem sikerülni fog, és egy több mint 20 perces videót sikerülni fog összeállítanom kettő darab napról. És az előző vlogomnak, vlogom alatt kommentben érkezett pár kérdés, amiket igazából nem szeretnék túlságosan kifejteni, nem azért válaszolom meg videóban őket, igen, meg fogom őket válaszolni ebben a videóban, szóval nem azért, mert ki szeretném őket fejteni, hanem azért, mert szeretném, hogyha ez megmaradna, és nem csak komment formájában lenne elérhető és látható a válaszok rá, úgyhogy majd azokat is meg fogom válaszolni ebben a videóban. Úgyhogy addig is legyetek jók, én megreggelizek, megnézek sorozatot, meg ilyesmi, és utána jelentkezek. Na, felvettem az egyik videót, most felveszek még egyet. Eléggé hangzavar van itt most, úgyhogy lehet, hogy ez egy kis problémás dolog lett így a végére, mert tényleg eléggé hangos volt itt mindenki. Na mindegy, most közben így szépen így rendet rakosgatok, meg amúgy észrevettem közben, hogy a szomszédnak nem is az, hogy van egy izéja, egy bevásárlókocsija a kiskertjébe, de hogy van 3 darab matraca is. Remélem, hogy játszik, meg éppen megint dugó van. Azt sem tudom, hogy az mennyire látszik. Na, így? Ja. Lehet, hogy nem lesz időm elmenni a Tesco-ba, sőt, biztos, hogy nem. Úgyhogy akkor majd holnap fogok majd elmenni. Igen. Meg amúgy nem tudom, hogy mennyire látjátok, meg nem tudom, hogy a videóban mennyire látszott, de ez egy dinoszaurusz. Ezt eBay-ről rendeltem, és tegnap jött meg, tegnap előtt, és annyira szép, amúgy Halloween-ra rendeltem, de hát nem. Na, befejeztem már szerintem a videózást. Felvettem 3 videót, azt hiszem. 1, 2, 3-ot, jó, azt hiszem. Na mindegy, kicsit elfáradtam. Felszerettem volna venni még egy videót, nem tudom, hogy felveszem-e, mert egyrészt mindjárt kifolyik a szemem ettől a lámpától, másrészt pedig 12 óra 15 van, úgyhogy azt ma már nem fogom felvenni, hanem majd csak holnap. És igen. Igen, ez lesz. Ja, na, mindegy, akkor most én gyorsan megválaszolom nektek azokat, amiket kérdeztetek. Pontosan nem tudom most így fejből, hogy miket kérdeztetek, mert hogy tudom, hogy miket kérdeztetek, csak azt nem, hogy hogyan, úgyhogy most gyorsan megválaszolom. Szóval kérdezte valaki, azt hiszem, jól emlékszem, hogy Marci? Nem tudom, de szerintem igen. Ő kérdezte, most te kérdezted, hogy hazamegyek-e karácsonyra? Hát nem. Nem, az a helyzet, hogy csak hogy tudjál valamihez viszonyítani, csak azért mondom, hogy most van november 4-e. Hogyha én karácsonyra haza szeretnék menni, akkor ugye meg kéne vennem a jegyet, és hogyha most venném meg a jegyet, ilyen 200 font körül lenne, 250 font, és csak azért, hogy viszonyítási alapod legyen, nem tudom, mennyire vagy benne ezekben a fontos dolgokban. Hú, de vicces volt, nem? Februárban tervezek hazamenni, február elején, és hát január végén, február elején, és akkora meg ilyen 20-25 font. Csörög a telefonom. Na, amit még kérdeztetek, az, hogy mit dolgozok. Igen. Na most gondolkodtam azon, hogy ezzel erről mennyi mindent oszthatok meg veletek. Én a Sony-nál dolgozok, a visszárukat kezelem, és legyen ennyi elég. És hogy mi is volt még a kérdés? Azt hiszem még volt egy olyan kérdés, hogy hogyan jutottam ki? Valami ilyesmi volt. Most biztos nem nézem meg. De, megnézem. Tehát akkor most fel is olyan, igen, Marci kérdezte, hogy karácsonyra haza fogok-e menni, akkor jól mondtam, nem.
Lena Szonda kérdezte, hogy mit dolgozok, ugye ezt az előbb megválaszoltam, illetve Krista kérdezte még, vagyis hát írta még, ezt akkor már felolvasom, hogy nagyon örülök, hogy sok mindent megosztasz a kintléttel kapcsolatban, nagyon hasznosnak találom. Én is igyekszek tényleg minél többet megosztani veletek, szinte mindenről tudtok egyébként, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy elindítom ezt a blogot, mert anélkül, hogy bármit is elmondanék, nem nagyon lenne sok értelme, úgyhogy az én kérdésem is az lenne, hogy mit dolgozol, és ha esetleg el tudnád mondani, hogy hogyan szerezted, aha, lehet, hogy már elmondtad, akkor viszont elnézést kérek. Ja, hogy hogyan szereztem. Nem mondtam még, tehát még egyszer, Szoninál vagyok, Szoninál dolgozok, és a visszárukat kezelem, tehát ez így oké. És hogyan szereztem? Hát igazából én egy ügynökségnél vagyok, és egy barátom által szereztem, aki ugyanott dolgozik, nem ugyanazon a departmenten, de ugyanúgy a Szoninál, és az ő segítségével sikerült hozzájutnom a munkához, úgyhogy igen, egyébként segítség nélkül is hozzá lehet jutni, ugyanígy ügynökségen keresztül regisztráltok, és akkor ők, tehát ez sima dolog, csak egy picikét talán bonyolultabbnak tűnik segítség nélkül. Ugyanúgy azt hiszem regisztrálni kell a valamilyen ügynökségnél, szerintem a neten rá tudtok keresni, hogy milyen ügynökségek vannak, és akkor ők kiközvetítenek titeket valahova. Én direkt kértem, hogy hova közvetítsenek ki, illetve rögtön a Sonyhoz mentem, hogy oda szeretnék menni. És igen, így igazából segítséggel. Meg hát most már van egy ismerősetek kint, én. Úgyhogy bármiben, amiben kérdésetek lenne, vagy esetleg terveztek kijönni, vagy bármi, tényleg bármi, ami mondjuk ezzel kapcsolatos, vagy bármi más, igazából nyugodtan keressetek meg. Legtöbbször a privát Facebookomat szoktam nézni, úgyhogy a privát Facebookomon, hogyha ilyen privát dologról van szó, akkor ott írjatok, és megpróbálok mindenkinek segíteni, illetve tanácsot adni, meg tippet, meg tényleg, hogy merre fele, meg hogyan, meg miért, meg ilyesmi. De viszont én most lerakom, mert szeretnék skype-olni anyukámmal, és szeretnék már lassan elkészülődni, illetve gondolkodok, hogy az egyik rövidebb videót megvágom, mert már nagyon-nagyon hiányzik a videóvágás, úgyhogy szeretném megvágni, illetve szeretnék inni egy kis kakaót. Na, megérkeztem a Sonyhoz, és képzeljétek el, hogy véletlenül rosszul csuktam be az ajtót a házban, és kinyit az ajtó, és csak akkor vettem észre, amikor már a busz megállóban álltam. Úgyhogy vissza kellett rohannom, és visszarohantam, becsuktam. Aztán amikor jöttem, mentem vissza, mert ugye a ház előtt van a busz megálló, csak a másik oldalon, akkor majdnem elgázoltak a francba. De tényleg én úgy mentem át, hogy közben jött az a kocsi, és tökre úgy, mintha aki nem akar megállni, na mindegy. Egyébként a buszon gondolkodtam, nagyon kihalt most itt minden, mert még nincsen műszak vége, vagy hát nincsen még munka vége, majd 4 perc múlva. Szóval azon gondolkodtam, azt jutott eszembe a buszon, hogy amikor itt voltam egy hétig, akkor csináltam egy képet, és csináltam egy képet egy buszon, és azt a képet ide nektek most bevágom, és nézzétek meg, és jöjjetek rá, és gondolkodjatok el azon, hogy miért fura ez a kép. Mert nekem csak nem régen esettem le, hogy mi van ezen a képen, meg hogy tényleg miért olyan rohadt vicces, és ezen most gondolkodtam, és most jutott eszembe, és tökre nem illik ide, de mindegy. Amúgy kurva hideg van, már elnézést. Mindjárt megfagyok, egyébként itt mögöttem az a munkahelyem. ez a nagy, pitang nagy. Egyébként igen, ezt akartam mondani, hogy rohadt hideg van amúgy, és rohadtul fázok, de mindegy. Igazából kibírom, tök mindegy.
Ja, úgyhogy most várok, és Edmonton Greenbe fogunk menni, hogyha jól emlékszem, ha jól emlékszem, mert már elfelejtettem, mert már annyira sok helyre fogunk elmenni így a hetekben, olyan sok mindenről volt már szó, hogy most már tényleg fogalmam sincs, hogy most Edmonton Greenbe megyünk, vagy hova. Mert volt már itt Anfieldtownról is szó, meg volt szó Waltham Crossról is, bár ott múltkor voltunk, úgyhogy végül is, ja, szerintem Edmonton Greenbe. Na, mindegy, leteszem, és fel vagyok pörögve, úgyhogy majd jelentkezek. Azt nézd! Látod? Aha. Ez fölvesszem. Na, és kultúrát megoldottam. Sziasztok, újra itt vagyok. Most már másnap van, és még nem csináltam igazából semmi érdemlegeset, pedig reggel 6 óta fönn vagyok. Mostam, mosogattam, kaját csináltam, kivittem a szemetet, jaj, valami belement a szemembe, fürödtem, kiteregettem, és ennyit csináltam ma, meg felöltöztem. És a mai program igazából csak annyi lesz, hogy el szeretnék menni a Tesco-ba, mert kéne néhány kaja, mert nincs itthon semmi kaja, csak tojás, meg kenyér, és a kenyérből is nagyon kevés, úgyhogy azt is kell venni. Közben gépépítős live-ot nézek a VR-tól, és itt láthatjátok mögöttem, ha látjátok. Nem tudom, hogy látjátok-e. Ez egy Primarkos kis tatyó, és tegnap végül is nem Edmonton Greenbe mentünk, hanem elmentünk Greenwoodba. Greenwood. Azt hiszem, ha jól emlékszem, Greenwoodba. És ott van egy Primark, és nem vettem túl sok mindent, mert nem volt olyan sok idő, meg tele volt minden, nagyon, nagyon durván sok ember van ott. Körülbelül ilyen fél órára, 40 percre van innen egyébként, és ezeket fogom most majd nektek megmutatni, fel fogok venni most majd még egy videót, és megmutatom, hogy miket vettem úgy mostanában. Azt majd csak ilyen 3 hét múlva fogjátok látni szerintem, majd ilyen... Ezt nem pontosan meg tudom mondani, hogy mikor. Elsőjén fogjátok... Wow! Hát ez jó későn lesz. Nem baj, elsőjén fogjátok látni. Mert ugye nem tudom, hogy mennyire vettétek észre, de most jelenleg úgy állt be a rendszer nálam, hogy keddenként van a vlog, és péntekenként van videó. Na most, még ugye még mindig nincsen Sims-es videóm, de nem tudom, hogy az mikor fog jönni, hogyha majd, vagy hát, hogy azt mikor fogom közzétenni, hogyha majd lesz. Tehát elképzelésem sincs, hogy azt melyik nap rakjam föl, de mindegy. Majd megoldom. Nem is tudom, hogy mit kéne csinálnom. Hát még egy kicsit rendet kéne pakolászni, bár annyira nem kell, mert nincs akkora gubi, mint amennyire látszik. Tehát most csak azért vannak például az asztalon a szemetek, hogyha látni lehet meg azon az asztalon, mert ugye a kukát, a szemetest azt kivittem, úgyhogy majd kell új zacsit elővenni. Hű, hát mit miást akartam? Jó, nem vettem fel fülbevalót. Nagy négy. Igen, úgy volt, hogy fogunk makaront csinálni ma, viszont kell hozzá robotgép, amim nincs, úgyhogy nem tudok csinálni makaront, mert azt olvastam, hogy azt ahhoz, hogy igazán igazi, szép, finom makaron legyen, olyan szép állagú, meg mit tudjam én, ahhoz robotgéppel kell összekeverni a hozzávalókat, néhány hozzávalót, a tojást, meg a cukrot, ha jól emlékszem, de nekem nincs. És itt a házban sincs, úgyhogy nem fogok ma makaron csinálni. Úgyhogy majd máskor. Ehelyett viszont nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom. Viszont az egy biztos, hogy nagyon éhes vagyok, úgyhogy... ezek a hangok? Wow. Szóval még nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Meg hogy mit fogok enni. Most gyorsan fel kéne vennem ezt a videót, aztán utána majd jövök, mert tényleg
gyorsan fel szeretném venni, úgyhogy most azon túl leszek, és majd jövök. Engem mindig el akarnak ütni. Mindig. Én nem tudom, hogyan csinálom most, vagy engem utál minden autós, vagy én közlekedek szarul. Nem tudom, de engem mindig el akarnak ütni. Na mindegy, visszajöttem a Tesco-ba. Már mutassam, miket vettem, nem tudom. Na, nézzük. Megnézzük, hogy mit vannak ittem. Vettem ilyen lazányét. Ebből többet, mert ez majd így hetekre elosztva, vagy napokra, vagy egy hétre, nem tudom, amikor nincs időm másra, hanem csak ezt így kiolvasztani. Júj! Hát ez így ízés. Ezt észre se vettem. Nézzétek. Mindegy, annyi volt a lényeg, hogy 3 darab arról a pultról, honnan ezt vettem, volt 5 font. Fúj! Ne már! Többi is ilyen lett. Megvettem egy tikka masalát, az meg így néz ki. Meg ugye még egy lazányét, és úgy volt 3. Vettem csirkét. A csirke az annyira drágálom, én nem tudom, hogy ez most így reális-e, vagy tök jó-e, mert még nem szoktam ahhoz hozzá, hogy... Tehát otthon nem nagyon szoktam vásárolni, szóval nem én vásároltam otthon, és nem nagyon tudom, hogy most az otthonihoz képest ez mondjuk drága-e, vagy sem. De 500 gram. 500 gram? 650 gram csirkét vettem, csirke mellett 450-ért. És ennek a felét szerintem most meg fogom enni. Csinálni. Van egy tök jó fűszerem. Azzal be fogom fűszerezni, van salátám, és azt fogom enni. Nagyon finom lesz. Meg van ilyen saláta öntötem, amit egyszer egy gyenge pillanatomban vettem. Nem tudom, hogy ezt halljátok-e, de ez egy kosiból jön. És megvettem a legolcsóbb sajtot, amit csak találtam. Tehát ez 2,50 volt. 2,50 penny, 450 grammos. Medium cheddar sajt. Nem tudom, hogy milyen lesz. Én az itteni sajtokkal annyira hadilában állok, mert egyik sem ízlik nekem. Én nem tudom, mert... Én imádom a sajtokat, de tényleg... Esetleg még valami még? Na? Szóval én imádom a sajtokat, és annyira szomorú, hogy nem találok egy olyan finom sajtot, amit otthon lehet kapni. Úgyhogy nem tudom, remélem, hogy ez jó lesz. Mindegy, ez volt a legolcsóbb, az a lényeg. A legolcsóbb és a legnagyobb. Akkor vettem egy kigyóborkát a szendvicseimhez. Hupszi. Ezt szoktam tenni általában. Most úgy voltam vele, hogy paprikát vegyek-e, vagy uborkát, és akkor nem tudtam eldönteni, mert mindkettőt nagyon-nagyon szeretem. És az döntött végül, hogy melyik mennyibe került, mert ez volt 70 pi, a paprika meg 90 pi. Mondjuk oké, okay, az a 20 pi, az igazán semmi, de akkor is. Akkor vettem ugye gluténmentes kenyeret. Az itteni gluténmentes kenyerek, mindegy, az itteni gluténmentes kenyerek nagyon-nagyon finomak egyébként, imádom őket. Nem tudom, hogy otthon miért nem lehet ilyen normálisat kapni, mert ez puha, nem szárad ki, meg jó íze van. Mi? Méz van benne? Jó lesz az. Jó. Mézes kenyeret vettem ezek szerint, na mindegy. Ezt vettem múltkor is, és finom volt. Aztán mivel nem tudtam ma sütni makaront, és ezért tök szomorú vagyok, ezért vettem egy gluténmentes makaront. Kókuszosat, amit nem szeretek, de majd megesszük ketten a Mikivel, és akkor majd olyan lesz, mint hogyha én csináltam volna, de nem én csináltam, de akkor is még legalább volt. De amúgy azért mertem megvenni, mert 1,20 volt. Tehát itt a gluténmentes cuccok is egyébként olcsóbbak, mint otthon, sokkal. Tehát otthon az ilyen cukorborsó, mi az tészta, meg az ilyen zöldségekből készült tészták, azok így általában olyan zacskonként olyan 800 ezer forint, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy az hány grammos az a helyzet, na mindegy. Valami ilyesmire emlékszem. Itt viszont egy olyan nagy 1,20, vagy 1 font. 1 font, vagy 1 font, 50. Ilyesmi. Hát tök érdekes. Megint lemerült a kis az ott megint lemerült, úgyhogy megint itt fogom folytatni.
Azt tudom, hova kell nézni egyébként, de oda. Ja, oda. Na, mindegy, csak ezt gyorsan be akartam fejezni, egyébként nem, nem nagyon érdekes. Annyira, szóval vettem kettő darab, mindjárt kinyegöm. Vettem kettő darab kávét, mert elfogyott itthon a kávé, és ahol vettem tök olcsón kávét, az egy fontos volt, viszont az messzebb van, mint a Tesco, és most a Tesco-ban voltam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy fókuszálj. Úgy gondoltam, hogy veszek ott, és nem érdekel. És a legolcsóbb kávét sikerült megtalálnom. Ez 1 font 20 pi volt? Vagy egy, nem, 1 font 40 pi. És vettem kettőt is rögtön, egy ilyen lettét. Nem tudom, hogy mennyi van benne, ezt kerestem, de nincsen rajta, hogy mennyi van benne, de ezek is ilyen, mindjárt megnézzük majd. Az egyiket úgy is véletlenül kibontottam, meg vettem egy cappuccinót. Ilyet. Kibontom. Ja, ezek ilyen kis akármik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rakhattak volna bele már akkor 10-et, nem? 8 darab van benne, nem baj. Mindegy, én most csak ennyit akartam, felrakom töltőre a kis kamerámat, és majd azzal folytatom. Hamarosan hazaér a Miki, úgyhogy nem tudom, hogy és mi lesz, de majd úgyis közlöm veletek. Ja. Ennyi mindent vettem egyébként, fizettem 20 fontot, ami tök jó, mert azt hittem, hogy sokkal többe fog kerülni azok, amiket így vettem. Úgyhogy tök fasz, hogy csak annyit fizettem. És nem töltöttem fel az Oyster-em, úgyhogy ma még el kell mennem feltölteni az Oyster-emet. Nem szabad elfelejteni, mert különben nem tudok munkába menni. Ja. 3:30 van már, és most Sex és New York-ot nézek. Illetve iszogattok egy kis kávét. Ez az a Tesco-s, amit vettem ma. Nagyon finom, látta. És úgy gondoltam, hogy elköszönök tőletek. Ennyi volt ez a hétvégi heti vlog. Nem fog ma már semmi történni. Tényleg én most már csak filmezni fogok, videót vágni. Szeretném ezt a videót ugye megvágni. Rendesen gyártottam nektek a videókat, úgyhogy nem maradtok videó nélkül. Nyitva van az ablak. Nem, nincs is nyitva. Elég hangosan hallgatta akkor a zenét. Na mindegy. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!